Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Rebeheti élményének a legújabb epizódjára, legújabb részére. Tudom, egy kicsit későn jön ki, de később jön jobb, mint semmikor. Ezt a részet el akarom kezdeni egy kérdéssel. Mit csinálunk mi a világon? A világ magában szép. Van egy ilyen angol dal, hogy mennyire szép a világ. Mész az utcán, vannak fák, vannak nagy hegyek. A világ egyáltalán egy szép hely. De a világ szép a természete miatt. Nem miattunk. Vagyis mit csinálunk mi a világban? Akkor is, amikor én segítek a világ szépségébe, mondjuk csinálok egy fát, vagy csinálok egy szép kertet, szép virágokkal, akkor segítettem a világ szépségébe, de ami szép, az nem én, az a világ. Az a virágok szépek, a fa szép, segítettem benne, és akkor is, hogyha én kreatív leszek, és csinálok egy ilyen valamilyen képet a virágokkal, vagy valamit, akkor is lehet látni, hogy egy ember csinálta, de mégis ami szép, az nem az ember, aki csinálta, hanem amit csinált a világ, ami kijött belőle. Miről beszélek, amikor mondom, hogy az ember nem szép? Az ember része a természetnek. Van egy embernek a teste, és erről az embernek a testéről egy perc múlva beszélünk, de van az embernek a lelke is. És a gyerek is megértheti azt, hogy van egy gyereknek egy lelke, és ez a lélek, ugyanúgy, mint a test fizikai, ez a lélek, ami nem fizikai, amit érdekli, és ahonnan jön, a világa, az sem fizikai. Hogy nem, hogy van egy fizikai világ, amiben minden fára lehet kopogni, és minden kört lehet félbevágni, és lehet dobni, és van egy lélek ebben a fizikai világban, ami ugyanebből a fizikai világból jön, de ezt nem lehet dobálni, és ezt nem lehet vágni, nem lehet rákopogni, hanem a gyerek is megérti, hogy ez egy másik világból jön. És ebben a világban, ami szép, az nem, ami ebben a világban szép, hanem ott más dolgok drágák, és fontosak. Voltak, mondjuk, amikor beszélünk az ember szépségéről. Mit teszi az embert szépre? Mondjuk, hogyha van egy erős ember, akkor lehet mondani, ez egy embernek a gyönyörűség, a drágasága, a szépsége. De most az emberről, mint egy fizikai objektként beszélünk, mint a világnak az egyik részéről beszélünk. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy a világ szerint egy erős ember, tehát szép. De ez nem az ember igazáról, az emberről beszélünk, hanem most az emberről úgy beszélünk, mint a világon. Az ember, hogyha mondjuk valakinek, hogy jaj, te erős vagy te szép vagy, akkor az ember úgy érzi, hogy valami szépet mondtál róla, de igazából a világról mondtál valami jót. Mert a világban született, genetika, vagy akkor is, hogyha nem genetika, hanem róla dolgozott. A lélekről nem igazából mondasz valami kedveset a lélekről. Hogyha mondtál egy fáról, jaj, ez egy szép fa, a fa nem boldog most. Voltak oly sok olyan kultúrák, amik az embernek a testét szentesítették. Voltak a rómaiak, akiknek volt a olimpia, és nagyon szent volt az ember testje, erősnek kell lenni, gyorsan kell futni, messze kell ugorni. Az embernek a teste nagyon fontos volt. De ez a világnak a részéként. Voltak olyan kultúrák, amiben embernek a esze fontos. Most már ez az embernek speciálisan csak az ember lehet okos, csak az ember gondolhat, a tehén lehet erős, de a tehén nem gondolhat. Voltak a görögök, a görög filozófusok, de ezek a kultúrák is
véglegesen az embernek a fizikai részéről beszélünk. Az ész, a gondolatot nem lehet elkapni. De ki gondol, az az embernek a fizikai agya, az mégis az embernek a világhoz tartozó részéről beszélünk. De amikor én a lélekről beszélek, akkor ez nem az ész. Ez valami, ami nem a fizikai világba belefér. Voltak olyan hindu guruk, akik azt mondták, hogy ahhoz, hogy erősítjük a lelket, vagy hogy gyönyörítsük a lelket, ahhoz az embernek messze kell mennie laknia, egyedül lennie, keveset ennie, sok magát fájtatni, magát nem enni semmit, és nem beszélni sok emberekkel, egyedül lenni. És ezzel szentebbek leszünk, ezzel spirituálisabbak leszünk. De ezt látjuk, hogy a zsidóságban ez nem így van. A mai Rambamban, amit a Rebbe mondta, hogy minden napon tanuljunk Rambamt, vagy három traktátust, vagy egyet, vagy a Szefer, amit volt be, de a három traktátusban, amit sokan tanulnak a világon szerte, a mai tanulásban azt mondja a Rambam, hogy ne legyünk olyanok, mint azok a nem zsidó vallástanítók, akik azt mondják, hogy az embernek fontos, hogy gyenge legyen, ne legyen sokat, ne legyen a világ, ne legyen egészséges, hanem kell jól lenni, jól aludni. Nem túl sokat persze, de jól kell aludnia. Aztán folytatik a traktátusba, hogy az összes eszés, evés és az összes alvás azért legyen, hogy ezzel tudjon majd Isten szolgálni. De az a lényeg, hogy mi nem így dolgozunk. Akkor vissza a kérdésre, amivel kezdtünk. Hogyha az embernek a lényege nem túl szentnek lennie, akkor miben szép az ember? Miben másak vagyunk? És a zsidóságban is látjuk, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyünk szentek, hanem annak ellenére, hogy szentek legyünk, ne legyünk nem a világban. A világban kell lennünk. És ez egy ilyen vicces újra, miről beszélünk, a két szélsőbség, az egyik szempontban mi emberek vagyunk, és azért annak ellenére, hogy van nekünk fizikai test, ami bennünk speciális ez a lélek, de mégis fontos, hogy a testnek is adjunk egy nagyon fontos helyet. Jól van. Ezt a hetet a Rebbe elkezdi úgy, hogy beszél egy nagyon fontos témáról, ami minden napon át meglátjuk ezt a Tórában. Vannak a heti napok, és vannak a hónapi napok. Ha megkérdezek valakit, mi van ma, akkor lehet mondani, hogy ma Jutbet Támuz van, Támuz hónap 12-e van, vagy ma Jomslisi Ked van. Van a hétben a napok, és vannak a hónapban a napok. Amikor a Rebbe ezt a szichát mondta, akkor a Támuz hónap 10-e volt, és a szombat volt, ami a hétnek a 7. napja. És a Rebbe azt mondja, hogy ezek a kettő napoknak a ideje, ez a kettő dátum ideje ugyanabban a napban nagyon jól jön ki. Mert a hétnek a témája az a hét, és a hónapnak a témája az a 10. Mi a különbség a hét és a hónap között? A hétben az embernek semmi köze sincsen. Ember nem cserélheti meg, hogy a hét nap helyett 8 nap legyen. Isten megteremtette a világot 7 nap alatt, és így lesz tovább. A nap folytatódik, nem lehet megállítani a napot, és minden 24 óra, ami átmegy, új nap van. És minden 7 nap, ami átmegy, új hét van. A hónapon azért a zsidóknak van egy erejük. A hónapot a zsidók megszentesítik. Amikor volt Bet Mikdás, akkor, hogyha valaki látta az új holdot, elment a Sanhedrin a zsidó bírhoz, és mondta, hogy látta a új holdot, és csináltak egy, megszentesítették a új hónapot. A világban is vannak dolgok, amiket mi megcserélhetünk, és vannak dolgok, amiket nem cserélhetünk meg. Úgy, mint beszéltünk. Van a világban
a világnak a szépsége. Az a isteniség, ami a világot teremtette, ami magában szép. De ezt ebben mi, nekünk nincsen semmi erejünk. Ez a világ miatt van, nem miattunk. Van az a szépség, ami az ember miatt van. De ez a szépség sokkal magasabb, mint a világ. Ez a szentség. Az ember sokkal magasabbhoz megy. És ennek ellenére az ember sokszor csinálhat bűnt, a fa nem bűnözhet, a tehén nem bűnözhet, de az ember bűnözhet, és van az embernek is, annak ellenére, hogy a legszentebbhez mehet, az ember mehet nagy ön lefele is. Ez a szentség, ez a világ feletti, a nem a világhoz tartozó szentség, vagyis a világhoz, be lehet vinni a világhoz, mint fogunk tanulni a folyamatba, de ez nem a világtól jön, hanem ez az ember lelkéből jön, ami egy spirituális, ez egy magasabb. Amikor én érzek, hogy én szentebb akarok lenni, mint a világ, de valamikor úgy érezzük, hogy mi nagyon világiak vagyunk, nagyon túl sokat benne vagyunk az ételbe, vagy amit csinálunk, és valamikor szentebb akarunk lenni, ez a szentség, és ez az ember dolga átjön. És ez a 7 és a 10. A 7 az a érzések, és a 10 az az érzések, az ésszel együtt, az a aggyal együtt, ami a gondolaton jött érzések. Ez a 7 és a 10 a világ teremtésében is benne van mind a kettő. A Tórában. Tórában mindent lehet találni. Írva van, hogy a Tóra által teremtette meg Isten a világot. És látjuk, hogy a írott Tórában, vagyis ez a Bibliában, írva van, hogy 7 napon át teremtette Isten a világot. És ez a világteremtés a 7 számon át szimbolizálja. Találjuk a Tóra Sebál Pe, a emlékezett Tóra, vagyis ez a Talmud és a Misna. Találjuk a Misnába, a Avot traktátusba, hogy a világ 10 mondáson át volt teremtve. És ez a teremtésben a 10 számnak a része. Ezt a különbséget látjuk a Tórában magában is, mert az adott Tóra az Istentől adta, írva van, hogy Mózes szóból szóba átírta, mit Isten mondott neki, és ez úgy nézünk rá, mintha egy minden egyes betű a írott Tórába Istentől jön. De van az átadott Tóra. Az átadott Tóra, mi a rabbik az elején nem írták le, nem volt szabad leírni, és amikor a rabbi Yehuda Hanasi észrevette, hogy emberek elkezdik felejteni a Tórát, leírta. De ez az emberek munkáján átjött. Nem fentről jött egy ajándékként, hanem emberek dolgozniuk kellett rajta. Vagyis ez is a Tórának a része, ami az ajándék. Nem akarok itt valamit mondani, hogy félre legyen értve, de az embernek dolgoznia kellett rajta. Ezért az átadott Tóra, a Tóra Sebál Pe, emlékezett Tóra, az nagyon sok félreértések lehet, vagyis sok machloket van. Sokszor van, hogy rabbik egymással nem egyeznek, és vagy sok vita van benne. Mert ezen dolgozniuk kellett. És a dolgozott Tórában azt ma úgy nézzük a teremtést, mint hogy a 10 számon át. A Isten a embernek a munkáján át, ami a világhoz nem természetesen bejön. És itt bele dob a Rebe, hogy amikor a Rebe beszélt, akkor ez a Tamuz hónap 10-én jött ki a szombat, és a következő szombat az Tamuz hó 17-e lesz, ami a böjt. Nálunk most ezen az éven a böjt az vasárnapon jön ki, de akkor szombaton jön ki.
Mégis, hogyha annak ellenére, hogy a Rebbe ezt nem mondta, ezt akkor mondta, amikor nem ugyanúgy jön ki a hónap, mint ma, mint ezen a éven, mégis, hogyha ezt a Rebbe átmondta, akkor ez egy tóra lesz. Azért nem kell úgy érezni, hogy nem annyira érdekes, mert most nem úgy jön ki. A Rebbe ezt egyszer megtanulta, egyszer átmondta, és azóta ez tóra, azért lehet belőle valamit tanulni. De azért, mert a böjt akkor szombaton jött ki, ezért letolják vasárnapra. És erre mondja a Rebbe, hogy a böjtnek a letolása, ez megmutatja, ez kiviszi ezt a tanítást, hogy a szentet a világba be kell vinni. Szombat az a világ teremtése miatt van. És ez a jó, ami Isten adott a világba az ember dolgozása nélkül. A böjt azt a rabbik csinálták. Miért csinálták a rabbik a böjtet? Hogy mi csináljunk csuvát a böjteinkre. Visszatérjünk. Hogy legyen egy nap, amikor megemlékezzük. És amikor jön ez a jó, a Tóra jója, vagy a világnak a jósága, és ezen a böjtnapon nem azt jelenti, hogy nem javítsuk meg a bűneinket, nem térjünk vissza, hanem a visszatérésnek, ami úgy nézi ki, mintha nem jó, magától úgy nézi ki, mintha ez egy szomorú nap. Ez egy boldog nap lesz, és enni kell, és inni kell, és ez egy szombaton nem lehet nem boldognak lenni, muszáj boldog lenni. Ez így átjön ezen a ponton át, hogy a böjtöt letolja. Ebben a hétben olvasunk a vörös tehén fellégetéséről, és azt összekeverték vízzel, és rádobták azokra, akik a tisztátalanok voltak a halottak miatt. És ebben a procedúrában, amiben előkészítették a tehenet, felégették, és aztán berakták a szenet, a égett tehént a vízbe. És az égetésbe és a vízbe berakásba, haszidizmusban írva van, hogy ez a racó és a sov. A racó az a üldözet, üldözni. Valamit után futsz. A sov az a letelepedés, leülepedés. Amikor nem üldözöl semmit, hanem megtaláltad, amit keresel. A felégetés az egy ilyen üldözeti mozdulat. Ez valaki, aki fel akar menni, szentebb akar lenni. A víz az lefele foly, lefele folyik. És ez a letelepedés. Ugyanúgy, ahogy beszéltünk, hogy van ez az akarat, hogy szentebb legyünk, és ez fontos, muszájnak szentenek lenni, ugyanebben a fontosságban fontos is letelepedni. Nem elég, hogy el akarunk menni ebből a világból, szentebb akarunk lenni, és hogyha szentek akarunk lenni, az azt jelenti, hogy ez a világ nem jó nekünk. Mégis ezt a szentséget, amit elkapunk, amit megtalálunk, ezután le kell jönni és leülepedni a világba ezzel a szentséggel. És ez nem azt jelenti, hogy kell ez a kettő dolog, és semmi köze sincsen, hogy egyszer szentek leszünk, és aztán nem leszünk szentek. Mert ez nem racov és sov, ez csak kettő másfajta akarat. Az a lényeg, hogy a racó, a üldözés, aztán ezt, amit megtalálsz, és meg kell valamit, ezt a szentséget meg kell találni, de be kell vinni a világunkba. Ezzel a szentséggel kell letelepedni. Ez a racó és a sov, ezt találjuk a Tórában is magában. Van a Tóra, ami le van írva, de ugyanúgy, ahogy van a Tóra, ami le van írva, van a Tóra, ami emlékezetben volt, de a Niglede Tóra. A felfedett Tóra. A Tóra, ami éveken át megvolt nekünk.
Ez a Tóra arról beszél, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell csinálni a micvákat. Ez valamilyen szentbe a világról beszél. A hogy kell nekünk a világba, mint egy világnak a része, viselkedni. Kell tfilint rakni, nem lehet másokra ról beszélni, rosszul nem szabad ölni. Ez mind a világról, mi, mint a világnak a része, úgy beszél a zsidó népről. Mint egy zsidóról beszél, mint ahogy a világban van. Van a rejtett Tóra, ez a haszidizmus, a kabbala. És nagyon utoljára kezdett mindenkinek nyilvános lennie. A felfedett Tóra, a rejtett Tóra arról beszél a isteni világokról, a léleknek a fenti része. Ez ilyen szentségről beszél, nem a világról. És amikor tanulunk haszidizmust, akkor sokszor úgy is akarunk, hogy van egy ilyen akarat kimenni a világból, szentebb lenni, és nagyon, nem lenni a világnak a része. Amikor olvasunk egy ilyen szentségről, és látunk szent rabbikat, és szentséget egyáltalán, akkor akarunk része lenni ennek a szentségnek, de kimenni a világból. De mind a kettő a Tórának a része. Mi ennek a dolognak a titka? Ahhoz, hogy le tudjunk vinni szentséget, ahhoz kell, hogy legyen egy akarat szentnek lenni. De ez a szentséget az embernek a munkáján át kell megszerezni. Mert hogyha arról beszélünk, hogy nem a világban magától megvan, akkor ez az embernek a munkáján átjön. Mint mondtuk az elején, hogy a szentség az embernek a munkáján átjön, nem a világban volt beleteremtve. A Jutbet Jutgimel Tamuz, ami ma és holnap van, ez egy haszidizmusi ünnep. Ebben a napban a Lubavicsi 6. rebe kiment a börtönből. És ezután volt egy óriási felfedés a rejtett Tórában, és elkezdtek kinyomtatni rengeteg könyvet, és elkezdett mondani sok Tórát, és azóta lejött a haszidizmus az Amerikába, Európába, és az egész világhoz is ma eljutott. A haszidizmus csak utoljára volt felfedve, azért, mert át kellett menniük a zsidóknak ebben a galutba, a számüzetésbe. Egy hosszú munkán át lehetett csak felfedni ezt a szentséget. Mint ahogy mondtuk, hogy vannak a dolgok, amik az ember munkáján átjön. És ezért csak most fedtük fel. És a szentségen át is ezt le tudjuk mi vinni. De kell a szentség, nem hogy van szentség és van lent, hanem direkt a szentségen át tudjuk levinni a szentséget a világhoz. Ez mit jelent az embernek a napi munkájába? Minden ember, aki amikor felébredik, minden zsidó mondja, modellni, köszönöm Isten, hogy visszaadtad a lelkemet. És ebben a imában van kettő rész. Az elején azt mondjuk, köszönöm, hogy visszaadtad a lelkemet a testemben. Ez arról beszél, hogy az ember visszajött a világhoz. Ez az embernek a fizikai részéről beszél. Ember, mint a része a világnak. Mert, ahogy mondtuk, a zsidóság véglegesen nem akarja, fel akarja ismerni, hogy az ember a világban van, és fontos, hogy az ember a világban van. De aztán folytatódik, és azt mondja, hogy Rava Emuna Teha. A bizalmod nagyon nagy. Nem tudom, hogy mondani pontosan magyarul. De ez arról szól, a haszidizmusban van magyarázva, Istennek egyik legmagasabb szintjei. Vagyis
a világ feletti fény, amit a világ nem tud elkapni. Az ember minden reggel, amikor felébredik, kell tudnia kettő dolgot. A világban kell dolgoznia. De mégis szentnek kell lennie. A világban is szentnek kell lennie. Ahogy mindig a Rebbe befejeződik, a tett a lényeg, a tett, ami fontos, és a Rebbe befejeződik egy nagyon praktikus tippel. Minden napon kell nekünk mindez a kettő dolog. Nem lehet az egyikre nézni, és nem nézni a másikra. Sokszor, legalábbis magamról beszélek, sokszor én egy olyan mistake, olyan dolgot csinálok, hogy azért kell mind a kettő, azért egyszer egy dologra nézek, és aztán egy pár nap múlva úgy érzem, hogy a másik rész az hiányzik, és aztán a másik részre nézek, aztán azt érzem, hogy a másik dolog hiányzik. Mondok egy példát, csak a világban mondjuk egy nagyon kedves vagyok, és nagyon vicces vagyok, és mindenkivel viccelek, de aztán úgy érzem, hogy nem vagyok elég komoly. Azután komoly leszek. És aztán úgy érzem, túl komoly vagyok. Aztán oda-vissza a pingpong. De ebben nem az a lényeg, hogy egy nap ebben legyünk, egy nap a másikban legyünk. És erre mondan ebbe egy nagyon-nagyon praktikus tippet. Minden nap kell tanulni félrerakott időben a rejtett tórát és a felfedett tórát. Mind a kettőt kell tanulni, halachot kell tanulni, a kicsúr Shulchan Aruch-t, hogy kell viselkedni a zsidóként, a rövidített Shulchan Aruch, a zsidó törvkönyvét, de kell tanulni haszidizmust is, zsidó spiritualizmust, kabalát, mind a kettőt kell tanulni, minden nap. Nem elég az egyikkel. Minden nap részének kell lenni a zsidónak a napjában, a spiritualizmus és a világ. És ugyanez a micva a jótevésekkel is. Minden jótevésben kell lenni mind a kettőben. Kell több jótevést csinálnunk. Kell jótevést csinálni magában, ami azt jelenti, hogy csak jót teszünk. Jól beszélünk, kedvesek leszünk egy barátnak, rakunk tfilint, adunk adományt, de a micvában is kell hozzáadni, nem csak, hogy több micvát csinálunk, hanem többet is gondolunk a micváról. A micvát csináljuk akkor is, hogyha nem gondoltunk semmiről. Tanítva van a gmarába, hogyha valakinek kiesett a zsebéből egy 500-as forint, és egy szegény ember felvette, akkor ez az ember csinálta az adomány micvát, annak ellenére, hogy nem is tudta, hogy csinálta. De mégis van egy olyan, lehet csinálni ezt a micvát jobban, hogyha gondolattal csináljuk át, hogyha egy mosolyal átadjuk egy szegény embernek, hogyha belrakjuk a lelkünket is, nem csak a testünket. És ez a tanulás, hogy minden nap, nem csak minden nap, minden tevésbe is kell belerakni mind a kettőt, hogy ne legyen egy csak az egyik része, hanem mindegyikben mind a kettő. Ez volt a legutolsóbbi siur előadás. Remélem, hogy élveztétek. Én élveztem.